elkezdődött a városban a katolikus óvoda kialakítása. A részletekről Gulyás Zsolt plébánossal beszélgettünk. A volt a Oktatási Központ udvarán és a szomszédos Adi Endre utcai telken négy csoportos óvoda építése kezdődött. Nagyon örülünk annak, hogy eljutottunk idáig. Ugye a terveket már korábban is bemutattuk is itt a az iskolában is, illetve itt a templom bejárati felújúságon is el volt helyezve a terv, tehát egy négy csoportos óvoda építése kezdődött meg így a, hát főként itt most augusztusban beszélünk, ott bizonyos dolgokat már elbontottak, de maga a főépület az marad, tehát az egyház egyházmegye építi ezt az óvodát, és Fontosnak tartotta az egyházmegye, az, hogy a meglévő épület az megmaradjon, illetve hozzáépüljön az óvodához. Itt főként a konyhai rész lesz kialakítva, illetve különböző iroda irodahelyiségek, ami az óvodához szükséges, hogy hogy tartozzon. 2022 második felébe inkább a, a vége felé tehető, ez most így nem szeretnék így ugyan a szerződés szerint megvannak már a dátumok, de reménykedünk is, bízunk benne, hogy addigra el is készül, de most így pontosan nem tudom megmondani, hogy, hogy mikorra várható, hiszen bármi közbe jöhet. Ha a határidőt lehet tartani, akkor a jövő szeptemberi tanévben már óvodásokat is fogadnak. Ezért az egyházmegye is igyekszik mindent megtenni. Reménykedünk ezt, még ezt így nem merem így kijelenteni, bízunk benne, tehát az jó lenne, hogyha tudnánk indítani. Türelmet kérünk ez ügyben. Nyilván a Egyházmegye is igyekszik a maga részéről mindent megtenni, hogy, hogy ez megvalósulhasson. De még egyszer mondom, nem az egyházközségünk az építője az óvodának, hanem az Egri egyházmegye tehát a magyar kormány és a magyar katolikus egyház között létrejött egy egyesség, amiben az óvoda fejlesztésről döntöttek, tehát a katolikus egyház is ebben részt kíván venni, és az érsek úr az első között ránk is gondolt karcagiakra, tehát hogy mindenféleképpen egy megtisztelő helyzet az, hogy a Györfi István katolikus általános iskolához hozzá tudjuk majd építeni ezt az óvodát. Van-e már esetleg neve a leendő óvodának? Hát még ez is kialakulóban van. Hát nyilván valamelyik szentet szeretnénk majd megnevezni. Nyilván az lenne jó, hogyha valamilyen kötődése lenne, tehát hogyha eljövünk a templomba, akkor mondjuk meg tudjuk mondani, hogy ő az a szent, akiről az óvodát elnevezzük, de ez is kialakulóban van még. A plébános szerint mindenféleképp megtisztelő helyzet, hogy a Györfi István katolikus általános iskolához óvoda is tartozik majd. A neve még kialakulóban van. Tervezik majd, hogy az épülő óvodának nyilvános alapkülletétele is lesz majd. Tervezzük majd, hogy kisebb körben egy alapkületétel majd lesz, nyilván majd akkor értesítjük a lakosságot is erről.